A rendőrség tapasztalata szerint a Tolnai megye székhelyen rengetegen parkolnak szabálytalanul, és általában nincsenek tisztában az etikus és szabályos parkolással. A közlekedési táblákat pedig teljesen figyelmen kívül hagyják. Ilyen például a megállás, illetve a várakozás tilalmát jelző tábla, illetve az azokat kiegészítő táblák, amikor bizonyos hosszúságot jelöl meg az adott útszakaszra, a parkolás tilalmára a KRESZ, például 20 méterre, 50 méterre vagy 100 méterre nem lehet parkolni az adott táblától. Ezt nagyon sokszor figyelemben kívül hagyják, illetve nagyon sok esetben fordul az elő, hogy szemben parkolnak a forgalommal, olyan helyen is a járművezetők, ahol nincsen kijelölt parkolóhely az úttest mindkét oldalán. Különösen az oktatási intézmények környékén kaotikus a helyzet reggel 7:30 és délután 4 óra környékén. Az egyik szekszárdi általános iskola előtt is rendszeresen tilosban parkolnak az autósok. Sokan attól sem riadnak vissza, hogy a várakozni tilos tábla mellett állítsák le járművüket, pedig ezért akár 50 000 forintos bírságot is kaphatnak. Ennél is nagyobb lehet a bírság, ha valaki engedély nélkül parkol a mozgáskorlátozottak helyén és nem ismeri el. Akkor akár 100 000 forint is lehet a pénzbüntetés. Szekszárd frekventált pontjain is gond a parkolás. A kormányhivatal a bevásárló központok környékén is gyakori, hogy parkolóhely hiányában az út szélén, járdán vagy éppen zöld területen állítják le járművüket az autósok. Az egyik felkapott étterem mellett is ez a helyzet, pedig itt tilos parkolni, hiszen az nem arra kijelölt terület. Ha a rendőr a helyszínen nem érítetten a szabálytalanul parkoló személyt, akkor a jármű üzemben tartójával vagy tulajdonosával szemben tesz szabálysértési feljelentést, és utána pedig a szabálysértési hatóság fog eljárni a járművezetővel szemben, hogyha megállapítást nyer az, hogy ki a járműnek az igazi vezetője. Ezt azonban nehéz bizonyítani, így nem túl gyakori, hogy ilyen ügyekben induljanak eljárások, és tennének szabálysértési feljelentést a rendőrök.